Újvilág utca új burkolatot kap a forgalmas összekötő szakasz, addig kerülni kell. Kutyabarát település, a felelős állattartás elterjesztése a célja az új szombathelyi programnak. Vereség, nem sikerült elkapniuk az aligátoroknak a BVSC-t a nyitófordulóban. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. Jó estét kívánok! Megújul az Újvilág utca. A Körmend felé vezető főutat és a Rumi utat összekötő közkedvelt közlekedési útvonalat várhatóan októberig nem használhatják az autósok. A felújítás része annak a 915 millió forintos programnak, amelynek keretében 7 útszakasz rekonstrukcióját végzik el a városban, mintegy 5 kilométer hosszúságban. Egy hete dolgoznak a munkagépek Szombathely egyik forgalmas mellékutcájában. A VP, a Jókai, az Ernust Kelemán, a Márton Áron és a Dózsa György utcák után az Újvilág is sorra került. Nagyon rossz állapotban volt, hiszen építése óta megtöbbszöröződött itt a forgalom. Az építkezés megkezdésekor pedig kiderült, az alapja sem megfelelő. Az idáig tartott a korábbi szerkezet, és az a különbözetet szedjük most le. A stabilitás miatt mélyíteni kell az útalapot, ami talajcserét igényel. Mivel ennek az útnak a szerkezete annyira rossz, hogy kénytelenek vagyunk kiszedni, elszállítani, és akkor egy megfelelő anyaggal visszaszállítani ahhoz, hogy a remix módszerrel az utat be tudjuk darálni, és utána rá tudjuk tenni az aszfaltot. Végül is egy jó hete kezdtük az egész munkafolyamatot, hát próbáljuk határid előtt azért átnyomni ezt is, mind az előzőket. 35 cm-es alapra jön majd a 11 cm-es aszfalt. Az úttest a korábbihoz hasonlóan 6 méter széles lesz, de a biztonságos közlekedés érdekében 1 méteres patkát is kialakítanak mindkét oldalán. A beruházás részeként két átereszt építenek, és ároktisztítás is szerepel a munkák között. A lakók, bár nyilatkozni nem akartak, szeretnék, ha a járdájuk is megújulhatna. A munkálatok várhatóan október közepéig tartanak. Addig a Körmendi és Rumi utat összekötő útszakaszt kizárólag az itt lakók használhatják, az átmenő forgalmat a környező utcákra terelik. A kivitelező szerint egy-két héten belül a Sugárúton is elkezdik az útfelújítást. Megsüllyedt az úttest közművezeték meghibásodása miatt forgalomkorlátozás van a Petőfi utcában. Várhatóan szeptember végéig tart a Kiskar utcai rendelők felújítása. Az eltesek is megtartotta a tanévnyitóját. Rövid hírekkel folytatjuk. Kétszer egy sávosra szűkült a Petőfi Sándor utca a március 15-e tér és a Kőszegi utca kereszteződése között. A körforgalom előtt nem sokkal ugyanis megsüllyedt az útburkolat egy része, emiatt a közútkezelő feltáró bontást végzett. Fennállt a gyanú, hogy vízbemosódás okozta a problémát. A Magyar Közút arról tájékoztatta híradónkat, hogy a vizsgálat után kiderült, egy egyesített víz és csatorna vezeték tört el, emiatt süllyedt meg az úttest. A közútkezelő a hiba elhárítására átadta a területet a vízszolgáltatónak, a forgalomkorlátozás miatt a közlekedők figyelmét és türelmét kérik. Közel 13 millió forintos uniós támogatásból újulnak meg a Kiskar utcai orvosi rendelők. A komplexum 1984-ben épült, azóta csak kisebb felújítások történtek. Most a régi csempe burkolatot leverték, a felületeket könnyen tisztítható, mosható festékkel színezték. Ablakokat cseréltek, az álmennyezet helyére pedig kazettás burkolat kerül, amely az ott futó vezetékrendszert takarja. A hátsó mozgáskorlátozottak számára is használható bejárat mellett akadálymentes vizes blokkot alakított, ki, valamint a többi mosdót, csaptelepeket is újakra cserélték. A földszinti fogorvosi rendelőt kivéve munkálatok közben sem szünetel az ellátás, de előfordul, hogy egy-egy orvos nem a megszokott helyen fogadja a pácienseket. A felújítás befejezési határideje szeptember vége.
Kettős jubileumot ünnepel idén az ELTE Szavária Egyetemi Központ, hangzott el a keddi tanévnyitón. 60 éves a szombathelyi felsőoktatás, valamint halálának 100. évfordulója alkalmából Eötvös Loránd emlékév az idei. Ehhez kapcsolódóan számos rendezvényt szerveznek Szombathelyen és Budapesten. Borhi László rektor elmondta, nem csökkent az érdeklődés a szombathelyi központ iránt, a felvett hallgatók száma és a bekerülési ponthatáruk is a tavalyihoz hasonlóan alakultak. A fiatalok harmada pedagógus képzésre jelentkezett, a második legnépszerűbb a gazdasági terület volt. Németh István rektor helyettes nagy elismeréssel szólt a 60 éve végzett gyémán diplomás pedagógusokról, és köszöntötte az első éveseket, akik ünnepélyes esküt tettek. A felelős állattartás elterjesztését célozza az a program, amely az önkormányzat, az érintett civil szervezetek, a turisztikai szakemberek és egy internetes szakportál összefogásával indult. Szombathely az országban elsőként válhat kutyabarát településsé. A program keretében a lakosság hamarosan kézhez kapja a Gazdi ABC elnevezésű kiadványt, és lesz kutya jó nap is. Márciusi ülésén döntött arról Szombathely közgyűlése, hogy a felelős állattartásra vonatkozóan városi programot indít. Első lépésként szeptember második felében eljuttatunk minden háztartásban egy kiadványt, egy Gazdi ABC nevű kiadványt, ami mindent leír és mindent megmutat közérthetően a felelős állattartással kapcsolatban. Ezen kívül október 5-én az Állatok Világnapjához kapcsolódóan egy nagyszabású városi rendezvényre kerül sor. Ahhoz, hogy Szombathely egyébként az országban elsőként kutyabarát településsé váljon, meg kell tanulni a felelős állattartást. A kutyázás már egy életmóddá vált, így nagyon fontos, hogy olyan megfelelő körülményeket, életkörülményeket teremtsünk, nem csak a kutyásoknak, hanem a kutya nélkül élőknek is, hogy amiben mindannyian békésen, boldogan, harmóniában élhetünk. Ennek a megvalósulásához az első lépés, ez a Gazdi ABC. A Kutya Jó Nap egy egész napos díjtalan programsorozat. Részt vesz rajta az összes olyan szervezet, amelyek kapcsolódnak a témához. Hatóságok, civil szervezetek, oktatók, számos bemutatót is láthatnak az érdeklődők a Ferences kertben. Délután ide már a gazdikat, a kutyákkal együtt várjuk, hiszen itt olyan bemutatók lesznek, amelyekbe be lehet majd kapcsolódni. A nehezen lemozgatható kutyákra adnak majd tippeket, hogy milyen módon lehet őket fizikailag vagy egyáltalán agyba lekötni, különféle tanítási, tanulási módszereket tanulhatnak majd a gazdák, de lesz majd doksó is. A következő hetekben óvodások és általános iskolások pályázatait várják. A legjobb rajzot és legnívósabb novellát az október 5-i rendezvényen díjazzák. A Ferences kertben ott lesznek a civil szervezetek is. Nagyon sok állatbarát ember van, de sokan azt gondolják, hogy az állatvédő az egy szakma, és ezt tanulni kell. Igen, tanulni kell, de hogyha valaki egy kicsit is állatbarát és szereti az állatokat, bárki tud segíteni rászoruló állaton, és nekünk ez lenne a célunk, hogy minél több embert megmozdítani ebben az ügyben. A program keretében felmérték a város kutyafuttatóinak állapotát. Ezek felújítása mellett további kutyafuttató kialakítását is tervezi az önkormányzat. A kutyabarát település program évekig tartó feladata a városnak, a megvalósításra ebben az évben 5,5 millió forint áll rendelkezésre. Egyszerűsített és összevont támogatás, kollégiumi bírálat, központi alapkezelő, bonyolultnak tűnik a civilek pályázati rendszere, mégsem az, és ez látszik a javuló nyerési arányokon is. Hamarosan megnyílnak a 2020-as NEA források, erről tartottak fórumot. Több népszerű rendezvény kapcsolódik a civilekhez. Idén látványosan ünnepelték az Egyesületek és Alapítványok napját a szombathelyi főtéren, de saját szervezésű véradás is volt tavasszal. Mindez a civil szektor erősödését mutatja, és az egyre nagyobb társadalmi szerepvállalást anyagilag is elismerik. Az októberben megnyíló nemzeti együttműködési alapban jövőre több pénz lesz, erről tartottak fórumot. Azért növekszik, mert az 1%, amit a civilek, tehát a magánszemélyek nem rendelkeznek civil szervezet számára, az bemegy a NEA-ba, és a NEA-ból civil pénzként hasznosul ismételten, tehát igazából ez egy jó konstrukció, a civil pénz mindenképpen civil pénz marad, de
Ez is mutatja, hogy csomóan nem rendelkeznek az 1%-okról, és ezért közel 2 milliárd forinttal növekszik az alap, ugye 5,9-ről 7,7 milliárdot. A szokásosnál most hamarabb írják ki a pályázatokat, októbertől folyamatosan elérhetőek a források, amelyekhez több formában lehet hozzájutni, akár már jövő tavasszal. Népszerű a kisebb összeggel kecsegtető, ám könnyebben megszerezhető úgynevezett egyszerűsített támogatás. Ezt a formát Vas megyében idén 84 szervezet választotta, ezek közül 74 sikeres is volt, országosan pedig még jobb az arány. Tudjuk, hogy az összevont kategóriában körülbelül minden negyedik, jó esetben minden harmadik szervezet tud csak nyerni. Itt meg azt látjuk, hogy 10-ből 9 szervezetet sikerült odáig eljuttatni, hogy nyertes legyen és megkaphassa ezt a 200 000 forintot. Ebben a formában 15 millió forint került a megye civil szervezeteihez ebben az évben, összesen pedig közel 450 millió forintot osztottak így szét. Elképesztő izgalmat hozott az Alligátor vízilabda utánpótlás sportegyesület mérkőzése a BVSC ellen az OB1-es vízilabda bajnokság nyitófordulójában. A végletekig kiélezett találkozót ugyan elveszítette Matthijs Márk legénysége, de a szombathelyiek teljesítményét így is tapssal honorálta a szép számú hazai publikum. Az Avus és a BVSC együttese pár nappal ezelőtt a Magyar Kupa Szentesi csoportjában már találkozott egymással. Akkor 12-9-re a zuglói csapat nyert, a szombathelyiek pedig végül a csoport negyedik helyén zártak. Szerdán a BVSC repülőrajtot vett az Avus otthonában, alig hogy elkezdődött a találkozó, Csapó és Pásztor találataival már 0-2-t mutatott az eredményjelző. Aztán sugárlövése is utat talált a kapuba, ezzel már 3 gólos volt a zuglói előny. Ha akcióból még nem is, büntetőből csak bedobjuk az elsőt. Bizakodtak a hazai szurkolók, és Marnic nem is okozott csalódást, szépített az Avus. Turnainak köszönhetően pedig egyre olvadt a vendégek előnye, zárkóztak a hazaiak. Innentől kezdve szinte fej-fej mellett haladtak a csapatok, de folyamatosan az Alligátorok futottak az eredmény után, egészen a második negyed végéig, amikor senkitől sem zavartatva Jovanovic úszott fel a jobb szélen, majd kíméletlenül vágta a labdát Szakonyi kapujába. 5-5, ezzel először volt egál az állás a mérkőzésen. 50 másodperccel a szünet előtt pedig jött a várva várt fordulat, Szőke Szabolcs góljával átvette a vezetést a Szombathely, 7-6-os állásnál fújtak egyet a felek. A folytatásban továbbra is egy-egy találatnyi különbség volt a csapatok között, de ekkor már a BVSC futott az eredmény után. Egészen az utolsó negyed végéig, amikor egy perc alatt egyenlítettek, majd a vezetést is átvették a fővárosiak. Másfél perccel a vége előtt Pásztor sikeres büntetője döntött el végképp a találkozót, Avus BVSC 12-14. Nem kezdtük jól a mérkőzést, elment 3-1-re a BVSC, kértem, hogy kezdjük, figyeljük oda, mert tudtam, hogy feltűzelve fog érkezni a BVSC, ugyebár nem úgy sikerült nekik a Magyar Kupa, hogy szerették volna. Ott kicsit belaludtunk, visszajöttünk a mérkőzésbe, megfordítottuk is a szokás szerinti rövid zállat, ami Szentesen is jellemezte a csapatot, egy 3-4 perces kihagyás, megbosszulja magát, lefordultak bennünket. Hiába a vendéggyőzelem, Szűcs Levente értetlenül állt a medencében történt események előtt, amiért nem is játékosait okolta, sokkal inkább az újfajta szabályok bevezetését és azok gyakorlati alkalmazását. Ami ma a vízben volt, az nem egy vízilabda mérkőzés volt és nyert a Jobbik, hanem jött egy újfajta társasjáték, és aki többször dobott hatost, az nyert. És ezek most mi voltunk, de hát ezt fordítva is elsülhetett volna, és mondom, nincs ezzel probléma, csak akkor mondják ki, mert akkor az ember megpróbál az egészhez alkalmazkodni. Az Alligátorok legközelebb szombaton 16 órakor szállnak medencébe, szintén hazai környezetben, a Honvéd csapata ellen. Önök a Szombathelyi Televízió híradóját látták 2019. szeptember 5-én. Híreinket megnézhetik a www.stv.hu címen is. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!